kettő, és hátra. Voksán Virág kicsit fintorog, de ilyen ez a pop szakma. Biceps, föl, hopp. Bocsánat, ő más zenei vonalon mozog, de az éjszakában nyúló fellépések és az ezzel párosuló életvitel miatt indokolt, hogy ízelni lássuk a 2006-os év közönségdíjas playmate-jét. Egy-egy ilyen buli után a megszokott bioritmus is csak álom. Szerencsére akad a héten pár nap, amikor visszarázódhat a bulimentes, pihentető életvitelbe. 8, 7, levegő, 6. Személy szerint szeretem, hogyha kesztyűs kézzel bánnak velem az edzések alkalmával. Balázs nem hagyja lustulni a nyuszi lányt, aki egy kombinált edzéssel próbál a zsírsejtek végére járni. Most éppen egy spin racing nevezetű órán vettem részt, ami abban különbözik a sima spinningtől, hogy itt karhajlításokat is végzünk a tekerés közben, ezáltal dinamikusabb, jobban felviszi a pulzust. Egyszerre teker a lábaival és mozgatja kezeit, maximálisan kihasználva az idejét és lefárasztva a testét. Szeretem azt, amikor egy edzés után mindenem fáj, és úgy érzem, hogy mindjárt összeesek a fáradtságtól, illetve az a minimum, hogy izzadjak meg úgy, hogy mindenhonnan folyjon a víz rólam. Egy ilyen megerőltető óra után jöhet a megérdemelt pihenés. Voksán Virág otthonában vagyunk már, ahol szabad ideje másik részét tölti. Itt dolgozik és piheni ki, nem csak a bulik, hanem az edzések fáradalmait is. Péntek szombatonként fellépek, majdnem minden hétvégén. Ezt valahogy ki is kell pihenni. Ezt általában ugye edzéssel szoktam eltölteni, illetve kiskutyámmal, amikor éppen kicsit le van nyugodva. Láthatóan most éppen nincs ilyen állapotban, de azért nem akadályozta meg a DJ lányt a relaxálásban. Jöhettek hát rosszék és a japán falatok. DVD-zni szoktunk, és közben sushit rendelek, tehát nálam ez a relaxációnak a top felső foka. Kutya, kaja, képernyő bámulás. Ez az otthoni mesterhármas készít elő a sikeres hétvégi mulatságokat. A mai estémre még a fennmaradó programom az a spanyol tanulás, ugyanis nagyon sokat jár spanyol nyelvfelületen. De még spanyolra menet előtt még egy ultrahangos zsírbontrásra is beugrunk. Szóval ez az irigyelt alaktitka? Gyorsan tisztázzuk ezt a kérdést, ezért elmentünk ultrahanggal rezegtetni Virág barna combjait. Kicsi szoba, ultramodern gép, titánfej várt minket, valamint centik, hogy számát tudjuk konvertálni a változást. És a magyarázat, hogy mi ez a doping. Vannak olyan területek egy női testen, ahol ugye a méreganyagok felhalmozódnak a hosszú évek során. A kötőszövet és az izom közötti részből más módszerrel már nem lehet eltávolítani ezt a zsírréteget. Beállítottuk a 20 percet, kiválasztjuk ennek a fejnek a programját. Hiába edzettem a heti 3-4 alkalmamat, fogyni már nem fogytam vele, csak maximum izmosodtam. És most viszont a zsírrétegből is sikerült ledolgozni. Pár kezelés alatt egyébként 3 centit fogyott Virág combi, aki elárult a testtömegét is. Az én 170 centimhez elsőre soknak tűnhet a 60 kiló, viszont ebből nekem a nagy része izom. Amióta a kezelésekre járok, ez lement 58 kilóra. A cél az 57 kiló. Voksán Virág munkájának nem kis része a külső, ezért rá kell szállni a megfelelő összeget. Nem titok, hogy a havi bevételemnek egy jelentős része az tulajdonképpen arra fordítom, hogy magamat karban tartsam, illetve ápoljam, és egy olyan külsővel rendelkezem a munkám mellett, ami attraktív. Nehéz és kevésbé nehéz módszerek segítik tehát fitten és formában tartani a világjáró lemezlovast. Voksán Virág teste sem hibátlan, de a henyélés helyett ő az aktív pihenést választotta, hogy a nemzetközi közönség mindig ilyennek láthassa.